Szevasztok, ez itt a GameD iroda és Genji. A mindenki kedvence, a mindenki példaképe és a mindenki által legprofibban játszott, legkönnyebb karakter. Genji, Hanzo testvére, az Epic Dragons videó másik szereplője. Aki az újdonsült Overwatch játékosok közül épp nem Hanzót játszik, az Genjit. Offenzív karakter közepes sebzéssel, átlagos mennyiségű élettel, de iszonyatosan kemény mobilitással. Bal klikkre három shurikent dob egymás után, amelyek mind ugyanoda tartanak. Jobb klikkel viszont a három shurikent egyszerre dobja el, amelyek vízszintesen repülnek. Mint Hanzo testvére, tud falat mászni, de nekem a kedvenc feature-öm a double jump, pont úgy, ahogyan a scout tolja TF2-ben. Első speckó képességünk a deflect, mikor is Genji előrántja a pengéjét és két másodpercen keresztül minden szemből érkező lövedéket visszaüt. 1. Aki nem tudná, deflect közben célozni kell, szóval odaütjük vissza a dolgokat, ahova éppen nézünk. 2. A nem lövedékszerű sebzéseket nem tudjuk visszaütni, tehát hatástalan a következőkkel szemben. Zárja sugár, mely fagyasztás, szimetra foton sugár plusz sentry, Winston Tesla kanon. 3. A melei támadásokat bár nem üti vissza, de elnyeli. Szóval egy kövér Reinhardt kalapács ellen jók vagyunk vele, ha úgy alakul. De, hogy őszinte legyek, ha kalapács távra vagy Reinhardttól, akkor valamit nagyon rosszul csinálsz. Mert a kompetitív Genji játék lényege a jó helyezkedés, a flankelés és a folyamatos mozgás. Ezeket segíti a második speckó képességünk, a Swift Strike, amit egyébként a világon mindenki dash-nek hív. Mert hogy amúgy az. A lényege, hogy Genji villámgyorsan dash-el egyet a pengéjével nézés irányba, ez fontos, és minden útjában álló ellenfelen sebez. Tök mindegy, hogy hol sikerül eltalálni az ellenfeleket, mert ezzel a skill-lel nincs headshot. Azért legyél tisztában vele, hogy nézés irányba dash-elhetsz, mert így lehet kvázi repülni is, és ez megsokszorozza a menekülési és támadási útvonalak számát. Minden pályán vannak speckó Genji útvonalak, jó dolog megtanulni mindet. Sebzés értéket hiába mondok a dashhez, mert a Blizzard megállás nélkül változtatja a karaktereket a balansz miatt, de az eredményes játékhoz egy valamit érdemes tudni. A videó elkészítésének pillanatában 50-et sebez a dash, azaz kis testű ellenfelek esetében körülbelül negyed HP-ról megvan az instant kill. És miért fontos, hogy dash-es killünk legyen? Mert minden egyes elimination után nullázódik a dash eredetileg 8 másodperces visszaszámlálója. Azaz, indítjuk az akciót messziről, figyeljük az ellenfelek HP-ját, alkalmas pillanatban lecsapunk, majd azonnal el tudunk dash-elni biztonságos helyre. Profit! Aki pro, azaz ilyen helyzetekbe Genji kombóval szalad be, ami szintén változott már a játék megjelenése óta, és a videó pillanatában úgy néz ki, hogy shuriken, azaz jobb vagy bal egérgomb, utána rögtön dash, és utána rögtön ütés. Genji ultia az animációból is ismert zöld sárkánykard, ami suhintásonként 120-at sebez, és remekül lehet kombózni a dash-sel. No, nem csak azért, mert mobilisak vagyunk, hanem azért is, mert ha a kard csapás után azonnal tolunk egy dash-t, akkor úgynevezett animation cancel van a kardozáson, és rögtön tudunk csapni vele még egyet, ami jó esetben kille lesz, és ezt lehet tolni ezerrel, egészen addig, amíg aktív a kard. Gondolom nem kell bizonyítani, hogy egységnyi idő alatt leadott 5 kard csapásnál mondjuk, egységnyi idő alatt leadott 10 kard csapás az pont dupla annyi sebzés. Simple. Szevasztok!
Ja, van egy ilyen, hogy Genji Edge Boost, amit én meccs közben soha nem tudok megcsinálni, de ez kirmis módban érdemes kigyakorolni. Dupla ugrás után 45 fokban a párkány széle felé egyszerre megnyomni a W-t, a Shift-et és a Space-t. És imádkozni, hogy összejöjjön. Csak viccelek, ki kell gyakorolni.